Szevasztok, én Szélmosi vagyok, és a mai videóban elemezni fogom a DVTK Puskás Akadémia mérkőzést, ahol is ugyan megtört az átok, és 3-0-ra nyertünk. Tartsatok velem! Ugye aminek én nagyon örültem a meccset megelőzően, hogy visszatért a csapatkapitányunk Dejan Karam, és igazából szerintem ez volt az egyik kulcsa annak, hogy végre megint gól nélkül le tudtuk hozni a mérkőzést. És hát ugye egy kapitány személyisége nagyon fontos lehet egy csapatban. De térjünk is rá a mérkőzésre. Ugye már az 5. percben megszereztük a vezetést Dražić révén. Ez egy nagyszerű támadás volt, gratulálok neked, Stefan, mert hogy az a visszasarkalod magad elé csel, az szép volt, és aztán ballal kilőtted a hosszú felsőt, ez mesteri. Majd a 18. percben Dražić harcolt ki 11-est, amit aztán Ivanovski értékesített, meg is tudjátok nézni. Aztán utána továbbra is támadtunk, volt a felcsútnak is helyzete, viszont ott én úgy éreztem, hogy hamarabb lesz szépítő gól, mint hogy harmadik, de ezt György Egrozav megcáfolta ezt a vélekedésemet, és a 38. percben meglőtte a harmadik Diósgyőri gólt, ezzel így beállítva a végeredmény gyakorlatilag. Azt gondolom, hogy a második fél időben nem játszottunk olyan jól, de csúsztunk, másztunk a pályán, kiharcoltuk, hogy maradjon ez a 3-0, és egy szép győzelemmel végül a szezon második győzelmét learattuk, és hát ezzel így egy kicsit kimozdultunk abból a kieső zónából. Még mindig kieső helyen állunk, mert ugye a 11. helyen vagyunk, de ami minket illet, az azt gondolom, hogy Kisvárdán, hogyha 3 ponttal tudnánk távozni, az nagyon nagy előny lenne, mert hogy ebben az esetben akkor ki tudnánk lépni a veszélyzónából, és elkezdeni felfele tekintgetni. Egyébként gratulálok a csapatnak, szép forsrácok! Én a meccs emberének most Augusto Maxot mondanám, mert szerintem ő volt az, aki először bekerült a kezdőcsapatba, és teljesen jól játszott, és voltak labdaszerzései, indításai, és néha a szélsővédő helyére tudott kifutni, amikor ott nem voltunk meg, néha védekezett, néha támadott, és nekem ő volt a mai meccsen a legszimpatikusabb. De egyébként örültem neki, hogy láttuk a pályán Makrait is, Rui Pedrót is, és Korvét is, hogy tudtunk most már legalább 4-1 cserélni. Ennek örültem, hogy felépültek sérüléséből játékosok, mert így azért bővebb a kispad, jobban bele lehet nyúlni a mérkőzésbe, és adott esetben egy kicsit húzni is az időt, hogy hamarabb teljen a mérkőzés. De nyilván az a legfontosabb, hogy most megvan 3 pont, és hogy egy nagy arányú győzelemmel a csapat önbizalma is megnőhet, és szeretnék nekik sok sikert kívánni a folytatáshoz, és remélem, hogy Kisvárdáról is el tudjuk hozni a 3 pontot. Én igazából bízom benne, hogy most ez egy kapuja annak, hogy elkezdünk felfele menetelni. Nem lesz könnyű, de hajrá srácok, mindent bele, és szurkolok nektek! Ennek a meccsnek igazából ennyi lenne az összefoglalója. Ha tetszett, csapjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és szevasztok!